És ha most visszatekintesz erre az egész szédületes útra, amit te bejártál, akár 5-6 éven belül is. Szóval, hogy van az, hogy végül is nem vesztetted el az egyensúlyodat? Hogy van az, hogy te nem szaladtál bele nagy balhékba, téged nem csábítottak el rettenetes emberek, te valahogy úgy talpon maradtál, és utána egy még nagyobb lendületet vettél, amikor aztán beálltál tévézni. Szóval ez egy kislány, aki pásztorról jön, azt ezt hogy csinálja? Vagy a szülők megóvtak ettől? Én azt gondolom, hogy kaptam tőlük egy nagyon erős erkölcsi tartást, és ez az én egyetlen és legnagyobb és legszebb örökségem tőlük, hogy olyan alapokat tudtak ebben az irányban adni és mutatni, ami egyszerűen nem engedett jobbra-balra menni. Hibáztam, tehát hogy rengeteget hibáztam, hogy ne, persze, tehát én is megléptem azokat a apró kis ökörségeket, amiket mindenki más meglép. Mondj egyet, légy szíves. Nem tudom. Kettőd. Hármat. Jó, voltam szerető. Tehát például. De ez nem kell modellnek lenni. Ez nem kell modellnek lenni, igen. De egy bizonyos kor fölött meg már mindenki volt mindenféle szerepben. Tehát, hogy az is előfordul, mert az élet hozza magával ezeket a helyzeteket. De modellként meg tudtam magam őrizni, igen. Lehet, hogy a félelem is egy óriási visszatartó erő volt egyébként. Mitől féltél? Féltem attól, hogy ha kipróbálok bármilyen szert, amit elém raknak, akkor rászokok például. Vagy féltem attól, hogy fognak majd velem bánni, vagy beszélni, amikor megpróbáltak a prostitúció irányába eltolni. Tehát, hogy én nem tudtam, tehát ezt a részét nem tudtam könnyedén venni. A testem az enyém. És az egyetlen dolog ugye, ami felett volt lehetőségem uralkodni, az önmagam volt. És ezt így megtettem. De ez az öntudat, amivel most beszélsz, ez nem lehetett azért benned már tiniként, posztiniként, 20 éves csajként. Benned volt már? Figyelj, bennem volt. Bennem, abszolút bennem volt. 15-6 évesen sokkal inkább tudtam 30 pluszos emberekkel beszélgetni, találkozni, és kapcsolódni, mint a saját korosztályommal.